A múlt héten a Fidesz Soros Terv nevű szuper fegyverével foglalkoztunk, azzal, hogy az etnikai alapú indulatkeltéssel hogyan tudja az állampárt minden ellenfelét megbélyegezni, hogyan vált a kormány fő politikai irányvonalává a társadalom folyamatos félelemben és gyűlölködésben tartása. Azóta egy Tolna megyei faluban, Őcsényben azt is láthattuk, hogy a fegyver valóban mennyire pusztító. Nem tudta máshogy kezelni a helyzetet, ezért lemondott Őcsény polgármestere szerdán. A településen az váltott ki heves indulatokat, hogy menekülteket szállásoltak volna el egy helyi vendégházban. A lakók felháborodtak, sőt a panzió tulajdonosát meg is fenyegették, később pedig kiszúrták autójának kerekeit. Hogy hogyan juthatunk idáig, azt ez egyszer Orbán Viktor is kimondta őszintén. Azért nem akarnak az emberek migránsokat befogadni a falujukba, mert annyit hazudtak már nekik migránsügyben. Csak a terrortámadásra meg ezek mennek. Mit hallasz róluk? Semmi jót. Megerőszakolják a nőket, például rabolnak, tilkolnak. Tehát a bűncselekményeket követnek el, boltokban rabolnak, lopnak, csalnak, hazudnak. A betegségektől feltek inkább, amiket hoznak maguk után, mert ugyebár nincs semmilyen oltásuk, semmi. Az a kicsi korában fegyvert fogtak azok. Nem ismerik a törvényeket. A saját törvényük meg szerintem meg nincs. Molesztálják a gyerekeket meg minden, ez nem vagyunk rá kíváncsiak. És Magyarországon az a legdurább, hogy ezeket a mocskos, valóság meghamisító, tudatos hazugságokat nem valami kereskedelmi médiumok, vagy bármilyen más profitorientált szervezetek, hanem maga a kormányzat hozza létre és terjeszti, ahogy a csövön kifér. És ezeknek a hazugságoknak az elsősorban vett célpontjai ma a menekültek. De minden kisebbség ki van téve annak, hogy a mindenkori hatalom a népben felgyűlt indulatokat hamis propagandával ellenük irányítsa, hogy egy szétszakadó társadalmat a kisebbségek elleni intézkedésekkel próbáljon valahogyan egyesíteni. Hatályba lépett az új ukrán oktatási törvény. Petro Poroshenko államfő a jogszabály aláírásakor azt mondta, az javíthatja az oktatás színvonalát és a fiatalok versenyképességét. A törvény a nemzeti kisebbségek számára megtiltja az anyanyelv használatot az általános iskola felső tagozatától. Petro Poroshenkót 2014. május 25-én választották elnökké, miután az Euromajdannak vagy a méltóság forradalmának nevezett hónapokig tartó tüntetések és a több mint 100 halálos áldozatot követelő harcok hatására Ukrajna korábbi orosz barát és EU ellenes elnökét, Viktor Janukovicsot megfosztotta az ukrán parlament a hatalmától, ő pedig elmenekült az országból, mivel szerencsétlen tollán kívül más fölött nem igazán maradt hatalma. Первое. Первое. Poroshenko tehát végeredményben forradalmi lelkesedés juttatta hatalomra, nagyok voltak az elvárások vele szemben, de nagyok voltak a kihívások is, amelyekkel meg kellett volna küzdenie. Oroszországnak ugyanis nem tetszett Janukovics erüldözése, és ezen felbuzdulva megszállta a Krím-félszigetet, utána pedig orosz barát szeparatisták kikiáltották a saját köztársaságukat a kelet-ukrajnai Donyeck és Luhansk megyében, azaz a Donbász régióban. Itt azóta is folynak az oroszok és az ukránok közötti fegyveres konfliktusok. It's been more than 3 years since the conflict in eastern Ukraine started. The UN says the fighting between pro-Russia separatists and the Ukrainian military has killed nearly 10,000 people. Ukrajna tehát a forradalom és Poroshenko megválasztása után polgárháborús állapotban van. Poroshenko nem igazán tudott mit kezdeni sem a külső orosz fenyegetéssel, sem az ország keleti részén élő nagyszámú orosz kisebbséggel. A forradalmi lelkesedés kezd kiábrándultságba fordulni. A széthúzó, nemzetiségileg sokszínű országban tehát elengedhetetlen politikai eszköz Poroshenko számára, hogy az egységes ukrán nemzet képét erősítse. Ebbe a sorba illeszkedik az újonnan megszavazott oktatási törvény is. Az oktatási törvénnyel azt próbálják eladni az embereknek, hogy ez mindenkinek az érdeke, ugye, mert ez a koncepció, amit ebben a törvényben egybefoglalnak, az tulajdonképpen elősegíti, hogy az Ukrajna területén élő egyéb nemzetiségek, így a magyar is, integrálódjon Ukrajnában. Tehát tulajdonképpen ez egy asszimilációs bomba. Akármilyen célok is vezetik Poroshenkót, akárhogy is próbálja eladni a törvényt, ez nem menti a tényt, hogy az új törvény pont azt veszi el a kisebbségektől, amit pár nappal ezelőtt Poroshenko épp maga kért számon az oroszokon. The ICG urged Russia to ensure the right for Ukrainian citizen to study in
Ukrainian language. Persze a hatalom képviselőitől nem ritka, hogy más országokon olyasmit kérnek számon, aminek ők maguk az ellenkezőjét csinálják. Itt van például rögtön a mi rettenthetetlen szíjasunk, aki természetesen azonnal a legmélyebb fölháborodását fejezte ki a törvénnyel kapcsolatban. A Poroshenko elnök eddig arról beszélt, hogy Ukrajnát közelebb akarja vinni Európához. Ezzel a döntésével azonban jó messzire távolodott Európától, éppen az ellentétes irányba tett egy hatalmas lépést. Hogy oda merre haljunk futszal királyunkat felháborítsa, hogy valaki az európai normákkal ellentétes módon cselekszik emberi jogi ügyekben? Te, szíjas, jártál mostanság, már úgy értem az elmúlt 2-3 évben kormányülés környékén? Nekünk egy olyan Európai Unióra van szükségünk, amely nem teszi lehetővé, hogy az európai intézmények, különösen a bizottság, ilyen lopakodó módon újabb és újabb jogköröket vonjon el a tagállamoktól, úgy, ahogy az elmúlt években ez történt. Úgyhogy mi kevesebb Brüsszelt és erősebb nemzetállamokat akarunk látni az következő évtizedek Európájában. Az Ukrajnában élő magyar kisebbség ugyanannak a politikai fegyvernek esett áldozatul, mint Őcsényfalva, vagyis mi, magyarok. Persze nyilván sok különbség van a között, hogy az ország egy jelentős kisebbségének megvonják a jogát az anyanyelven történő tanuláshoz, és a között, hogy egy falu egymásnak esik, mert menekülteket akarnak üdültetni náluk, de a lényeg mégis ugyanaz. A hatalmon lévők olyan törvényeket hoznak, olyan propagandát folytatnak, ami nem megvédi a kisebbségi jogokat és segíti a kisebbség és a többség együttélését, hanem épp ellenkezőleg jogfosztást és felesleges, káros, mérgező konfliktusokat gerjeszt. És az utóbbi 2 év kormányzati kommunikációja esetleg feltüzelhette ezeket a félreértéseket? Ön szerint? Szerintem nem. Szerintem eleve ilyen a magyar társadalom. Mármint gyárilag? Hát az elmúlt 30-40 évben azt gondolom, hogy erről számos példát szolgáltattunk. A lényeg tehát, hogy a kormánynak ebben semmi felelőssége nincs. A magyar társadalom rasszista és utálja a menekülteket, hát fogadjuk el. Hasonlóképp mondhatnánk, az ukrán társadalom rasszista és utálja a magyarokat, mit lehet ezzel kezdeni? Na, épp ez a lényeg. Hogy a hatalom felelőssége az, hogy ezzel mit kezd? Kihasználja az alkalmatlansága elfedéséhez, vagy ellenkezőleg segíti azt a folyamatot, ami megértést, empátiát és így békés együttélést eredményezhet. A határatúli magyarok számára az elmúlt 30-40 év arra szolgáltatott példát, hogy időről időre gondban lévő politikusok előhúzzák a magyar kártyát, és ezzel olyan konfliktusokat szítanak, amik első látásra teljesen érthetetlenek és megdöbbentőek. Ennek a rendszerváltás utáni első példája Romániában történt, amiről Bajer Zsolt ugyanolyan értetlenkedő fölháborodással beszél, mint ahogy ma az őcsényi eseményekről az empatikus és normális közvélemény. Amikor egymás nyakába borultak kolozsvári magyarok és románok, és együtt zokogtak, hogy itt a szabadság. És fél év után Marosvásárhelyen olyan pogromban, amire szavak nincsenek. És Hodákról és Libán falváról az ottani ortodox pópák leitatják a román parasztokat, és amikor buszokra teszik őket, akkor megáldják őket, hogy most menjetek be Vásárhelyre magyar tölni. Pedig ezek a konfliktusok nem annyira értetetlenek. A leggyakrabban a hatalom tudatos aktamunkájának az eredményei. Annak az aktamunkának, aminek az egyik meghatározó képviselője ma Magyarországon éppen Bajer Zsolt. Jó, köszönjük, ennyi most elég is volt. A lényeg, hogy nem arról van szó, hogy gyárilag rasszista a társadalom, nem arról van szó, hogy genetikailag van elrohasztva a magyar nép, nem. A hatalom képviselőinek fölmérhetetlen felelősségük van abban, hogy hogyan kezelik a társadalom konfliktusait, és erre a marosvásárhelyi Fekete Március története mindannyiunk számára intő példa kell, hogy legyen. Én Gulyás Marci vagyok, ez pedig itt a Slejm, a Torkanagat Politika. Csak belülről van szemlád a kuparaksz, és ott is egyedül. A senkinek sem kérdés, hogy 10 millió ember együtt vagy van egyedül. 1990. március 20-án 5 halálos áldozattal és több száz sebesülttel járó véres összecsapások zajlottak Marosvásárhelyen. 1848-ban és 49-ben
1918-ban és más alkalmakkor sikerült egymásra húzítani itt a mi hazánk területén is a különböző nemzetiségeket. Ennek vége ez a mostani egység, az, ami soha még a történelemben nem sikerült, ez itt is maradt halhatatlan. Az előbbi fölvételeken a március 20-i marosvásári összecsapásokat láthattátok, ahol románok és magyarok rontottak egymásnak a város főterén. A beszéd pedig 3 hónappal korábban hangzott el ugyanazon a téren Sütő András írótól, amikor a Románia népeit elnyomó diktátor Nicolae Ceausescu hatalmának forradalmi úton való megmutatását együtt ünnepelték románok és magyarok. Înfrățirea dintre români, maghiari, maghiari și români, și români și maghiari, și germani, și celălalt. 3 hónappal később mégis egymásnak rontottak. Ha meg akarjuk érteni, hogy 90 márciusában mégis mi a francért ütötték egymást a város főterén a románok és a magyarok, hogy pontosan mi történt december vége, a román forradalom és március közepe között, akkor ahhoz legalább 1965-ig kell visszanyúlnunk. Ekkor ragadta ugyanis magához a hatalmat a román kommunista pártban a 89. decemberében megbuktató diktátor. Hatalmának megszilárdításához, saját fontosságának bizonyítására olyan kártyát húzott elő, ami azóta is igen népszerű, a nem létező magyar fenyegetést, vagyis a román soros tervet. A fő politikai jelszava tehát valami hasonló volt. Etnikailag egy bizonyos sávon belül maradó sokszínűség, tehát egyfajta etnikai homogenitás. De Ceausescu sávokkal se vesződött. Etnikailag teljesen homogén Romániát akart létrehozni, és ezt a projektet jelentő zsidó, szász és legfőképp magyar kisebbség lakta Erdély meglehetősen megbonyolította. Miután a szászokat és a zsidókat konkrétan személyenként, igen, mint valami árucikket, darabra kiárulta az anyaországaiknak valutáért, figyelme a magyarokra terelődött, hiszen tudta, hogy a jövőt magyar nyelven írják. Ezt megakadályozandó Ceausescu a magyarok teljes elrománosítását célozta meg. A nagyobb vegyes városokban előbb felépítették a gigászi ipartelepeket, majd nagy sebességgel felhúzták ezek mellé a paneldzsungeleket, ahova a románok lakta vidékről hoztak be letelepedési támogatással munkásokat. A magyar lakosság tagjait előszeretettel szórták szét az ország területén, gyári dolgozókat, tanítókat, értelmiségieket küldtek Olténiába és Moldvába román területekre dolgozni. A helyi vezetői réteget is úgy állították össze mindenhol, hogy a számarányok még olyan területeken is döntően a román nemzetiségűeknek kedvezzenek, ahol többségében magyarok laktak. Maros megyében például, ahol a magyarok valamivel több mint 50%-át alkották a lakosságnak, a vezetői tisztségek mintegy 80%-át románok adták. Az iskolákban a magyar nyelvű oktatást fokozatosan háttérbe szorították, a magyar iskolákat összevonták a román intézményekkel. A 80-as évek végén pedig a központi propaganda magyar ellenessége is egyre fokozódott, és elkezdődtek a falurombolások is, amelyek ellen 1988. júniusában 100 000-es tüntetés szerveződött Magyarországon is, amely a magyar rendszerváltás egyik fontos eseménye volt. Mi most azért gyűltünk itt össze, hogy hitet tegyünk. Hitet tegyünk a demokrácia, a szabadság és az emberi méltóság mellett. Ceausescu nem véletlenül fokozta a magyar ellenes propagandát. A 80-as évek addig nem látott mértékű elszegényedést és nyomort hozott Romániába. A működésképtelen gazdaság, a diktatúra vezetőjének teljes alkalmatlansága egyre szembeszökőbbé vált. Szükség volt tehát figyelem elterelése és ellenségkép gyártásra. A magyarokat egyre több központilag megrendelt írásmű állította be úgy, mint azok, akik a román nemzet egységét, Románia területi szuverenitását veszélyeztetik. Mai magyar viszonyokra lefordítva... Veszélyeztetik a mi életünket, a mi fennmaradásunkat. Az, hogy ellepik a mi otthonunk. De a ráncfelvarrások és fasiszta szólamok Ceausescunak nem segítettek. 1989 karácsony táján általános felkelés tört ki a rezsim ellen, amire rátelepült a román kommunista párt belső pucskísérlete, amit belülről már régóta készítettek elő, és most végre alkalom is adódott a kivitelezésére. Többnapos véres harcok árán sikerült a diktátort elmozdítani a hatalomból. Elmozdítás alatt azt kell érteni, hogy meglepő gyorsasággal 24 óra alatt rögtönítőlő bíróság elé állították, és ki is végezték. A Románi mintát ezért volt, hogy
Ne inculpați Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena. Nu, nu vrea, nu să mergem. Ne faci de acolo. Nu e voie să mergem. Nu, nu. Sentence was carried out. Television faked the actual execution, but the corpses were real enough. A diktatúra megdöntése soha nem látott euforisztikus hangulatot teremtett Románia szerte. Az emberek az utcára vonultak, énekeltek, táncoltak. Egy szóval, általános volt az öröm. Ceaușescu hatalmának megdöntése után az állami intézmények irányítását szinte napokon belül egy újonnan alakult szervezet, a Nemzeti Megmentési Front vette át, aminek vezetője a diktátor által háttérbe szorított régi kommunista káder Ion Iliescu volt. În acest moment de răscruce am hotărât să ne constituim în Frontul Salvării Naționale, care se sprijină pe armata română și care grupează toate forțele sănătoase ale țării, fără deosebire de naționalitate. Az ünneplés tehát hamar beárnyékolta a tény, hogy a hatalmi pozíciók nagy részét a régi rendszer funkcionáriusai úgy tűnt, hogy meg tudják tartani. Szóval a tüntetők egy hónappal később már nem ünnepelni, hanem tiltakozni vonultak az utcákra, mivel látták, hogy a Nemzeti Megmentési Front lenyúlta a forradalmukat. Ráadásul nem is csak a volt párt funkcionáriusok maradtak hatalomban. Még a kommunista blokkon belül is hírhetten brutális állambiztonsági szervezet, a Securitate tagjait sem mentették fel, pusztán fizetett szabadságra küldték március 23-áig. De még ez se következett be mindenhol, pont Marosvásárhelyen titokban hivatalban maradhatott a Szeku, így az ottani román város vezetés, többek között a polgármester Ioan Judea ezredes, akiről még sok szó lesz az adásban, számíthatott mindenkori szolgálatukra. És ha akarja, elmondom, mert nem titok. Én, mint a városi tanács elnöke, nem szüntettem meg a titkosszolgálati szerveket, amelyek azelőtt léteztek. December 26-án azt mondtam nekik, ti az országot és a népet szolgáltátok az eskütökhöz híven. A vezetőség megváltozott. Aki nem akarja továbbra is szolgálni az országot és a népet, ahogyan megesküdött, az szabad. Senki nem távozott. Nem távoztak a hatalomból? Hát milyen meglepő. Viszont hatalomban maradásuk okát indokolni is kellett, mivel Románia katasztrofális gazdasági helyzete és a nagyüzemi hatalom átmentés miatt egyre nőttek az indulatok a társadalomban. A hatalom pedig nagyon hamar megtalálta a kezelésük módját, a Ceaușescu óta jól ismert receptet. Csinálj ellenséget a magyarokból, vádold meg őket sovinizmussal és irredentizmussal, hintsd el, hogy valójában Erdély lesz szakítására törekednek, és kész is a figyelemelterelés. Az érdek azoknak a részén volt, akik úgy remélték, hogy ha egy ilyen konfliktust gerjesztenek Marosvásárhelyen, vagy általában Erdélyben, akkor megmentik a hatalmukat, átmentik önmagukat a következő rendszerbe, és a titkos szolgálatnak is nagy vágya volt, hogy állam, hogy patriótának tudja bemutatni magát. Hogy ez a konfliktus gerjesztés hogyan is zajlott, az pontosan végigkövethető a december és március között Marosvásárhelyen lezajlott eseményeken. A rendszer bukása reménnyel töltötte el az addig kettős elnyomástól szenvedő magyar közösséget is. Annál nagyobb volt az eufória, hiszen a forradalmi napokban román és magyar karöltve egymás nyakába borulva skandált a sok helyen, hogy testvérek vagyunk. A szónokok egymás után mutattak rá a bukott rendszer soviniszta politikájára, és kérték a demonstrálókat, hogy ne hagyják, hogy még egyszer éket verjenek közéjük nemzetiségi alapon. Amint az Sütő András előbb hallott beszédében is megfogalmazta. 1848-ban és 49-ben, 1918-ban és más alkalmakkor sikerült egymásra úszítani itt a mi hazánk területén is a különböző nemzetiségeket. Ennek vége!
A forradalom után gyorsan megalakultak a szabad Románia politikai, kulturális szervezetei, és így a magyar kisebbség képviseltét felvállaló Romániai Magyar Demokratikus Szövetség is. A párt alapvető céljai voltak a romániai magyarság társadalmi egyenlőségének előmozdítása, érdekképviselete és kultúrájának kiszélesítése. Konkrét követelésként fogalmazódott meg ugyanakkor a magyar iskolahálózat visszaállítása, ahogyan az a kommunista diktatúra előtt létezett, a magyar és egyéb kisebbségi nyelvhasználat hivatalos használatának elősegítése, kétnyelvű feliratok azokban a helységekben, ahol a nem román nemzetiségek aránya eléri a 10%-ot. Hát ez őszintén szólva egyáltalán nem sok, sőt, még a modern kisebbségi jogi diskurzuson belül is szerénynek számít. Tehát 200? 100? Dörcse. Ez azonban nem mindenkinek tűnt ilyen kevésnek. A Ceausescu féle több évtizedes fasisztoid elrománosítási láz, az emberi jogi eszmék és a független gondolkodás fél évszázados elfolytása kiváló táptalajt biztosított a rendszerváltás utáni fasiszta agitációnak. Még decemberben Marosvásárhelyen megalakult a Vatra Romanesque, ami eredetileg a románság kulturális életét volt hivatott fellendíteni, de már néhány hét alatt nyilvánvalóvá vált, hogy elsődleges célja a szélsőjobboldali politikai agitáció, legfőképpen a magyarok ellen. Agresivitatea, grapa nejustificată și din partea minorității maghiare nu fac decât să-i sperie, să-i asprească pe români, să le deschidă vechi răni, toate acestea având efect de bumerang asupra celor care seamănă vânt. Ennek a szervezetnek a sorai hamarabb megteltek az előző rendszer funkcionáriusaival, mint a CÖF, az MSZNP egykori kádereivel, és ők eléggé paráztak attól, hogy az új politikai közeg kiveti majd magából őket. A volt káderek sora jelentkezett a Vátránál, és tüzelték a hallgatóságukat az egyetemeken, munkahelyeken, hogyha őket leváltják, akkor majd a magyarok foglalnak el minden pozíciót, akik végső soron Erdélyt akarják megszerezni. Mi itthon vagyunk ti albérletbe. Ez egyik ilyen jelszavuk, és ez alapvetően ezt nem lehet kizárni. Ezt a tudatukból, a többségüknek a tudatából nem lehet kizárni, hogy az Erdély az övék, és mi ide bejöttünk. Ezzel párhuzamosan a magyar részről is elkezdett felgyűlemleni a feszültség. Az ideiglenes kormány tanügyi és kisebbségi képviselői diplomatikusan szólva sem rohantak orvosolni a helyzetet. A fő konfliktus az volt, hogy a magyarok magyar tannyelvű iskolává szerették volna tenni a Bolyai Farkas Líceumot, illetve magyar nyelvű oktatásról is működő egyetemi képzést akartak a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen. De az ezt követelő küldöttségeket Bukarestben sorra utasították vissza. Legyenek türelemmel, majd a választások után rendezünk mindent. Liceu. De limba de predare numai maghiară trebuie să existe, Târgu Mureș. Asta vă spun așa. Nu. Asta nu e o chestie care să mai discutăm. Nu de mâine, cum s-a cerut, sau de săptămâna trecută, cum s-a dorit, forțând lucrurile. Eu însumi am dat aprobare ca să... Csak hogy a türelem bizalmat feltételez. A bizalom pedig a volt kádirektől hemzsegő helyi és országos vezetés felé nem létezett. Utólag lehet okoskodni, lehetett volna a magyar politikusi réteg taktikusabb, meg óvatosabb, de minimális empátiával azért átérezhető a helyzetük. Nem segített ezen az sem, hogy a Vátra már februárban több ezres tüntetést szervezett Vásárhelyen a magyar szeparatizmus ellen, sérelmezve a magyarok követeléseit, az anyanyelvi oktatása, illetve igényüket a politikai életben való szereplésre. Evenimentele care s-au succedat în Transilvania în ultima vreme ne aduc dureros aminte de anii 1940 și 1945. Și așa a apărut Universitatea Boiei din Cluj și Regiunea Autonomă Maghiară ca drepturi acordate de comuniștii români minorității maghiare. Aceste privilegii, că sunt privilegii, nu le-au fost acordate maghiarilor în țările vecine. Există universitate maghiară în Bratislava sau Praga, în Novi Sad sau Ucraina subcarpatică? A Marosvásárhelyi Magyar Közösség Sütő András íróval az élen néma felvonulást szervezett február 10-ére. A megmozduláson közel 100 000 ember jelent meg, kezükben egy szál gyertyával és egy könyvvel, fegyelmezetten vonulva.
Ez a példa, amit most fel akartunk mutatni az országnak és a nagyvilágnak, azt célozta, hogy kulturáltságunk és tisztességes szándékainknak legyen a metaforája. A Vátra és a központi kormányzat által hergelt románok egy része a tüntetést mégis nyílt provokációként kezelték, mint minden hasonlót magyar részről. Február folyamán aztán egyre riasztóbb jelek mutatkoztak arra, hogy soviniszta alapon szándékosan hergelik a magyarok ellen a románokat. Az országos és a helyi sajtó is folyamatosan uszított a magyarok ellen. Ismeretlenek pedig ceruzával átdátumozott magyar irredentak térképeket küldtek végig az erdélyi városok tanácsainak, hogy mindenhol mutassák be, hogy a magyarok minden törekvését az a hit mozgatja, hogy... Magyarország ég! Magyarország ég! Lesz ég! Egyértelmű provokáció volt ezen kívül például a román nemzeti hős Ávrám Jánku marosvásárhelyi lovasszobrának megrongálása. A helyi román sajtó február 27-én számolt be róla, hogy ismeretlenek megrongálták és összefirkálták a Jánku szobrot. A cikk egyértelműen a magyarokra utalgatott, mint feltételezhető elkövetőkre, és fényképet is közölt a megrongált szoborról, amin graffiti sprével a következő felirat égtelenkedett: LE-VED! Leved. Értitek, nem? Nem? Hát, pedig elvileg magyarul van, amint azt a román rendőrség mindenfajta nyomozás nélkül nagy sebességgel megállapította. Magyar felirat, magyarok írták fel a szoborra. Pedig a szerencsétlen provokátor még annyira se tudott magyarul, hogyha még azt az ebben az esetben magyartalan kifejezést is használja, hogy ved le, akkor is minimum 2D-t és megfelelő szórendet kéne használnia. Tessék! A magyarok legalább belátják, ha nem beszélik az ellenség nyelvét. Tolmácsot szeretnék kérni. Tolmács viszont nem volt. A magyarok és a románok között egyre feszültebb lett a viszony. Az események innentől kezdve gyorsultak fel. Március 15-én a Szabadságharc évfordulójára emlékező magyarokat több helyiségben zaklatták. A koszorúkat eltávolították a szobrokról. Mindennek előzménye volt, hogy az állami és helyi újságok is uszító cikkekben számoltak be arról, hogy március 15-én a magyarok valójában a románok feletti győzelmüket és Erdély elszakítását ünneplik. Hiába szólalt fel sok román értelmiségi a megemlékezéseken, és tiltakozott az uszítás ellen. Frățirea să meargă până la capăt, ca noi toți împreună, aici în orașul Târgu Mureș, să nu mai luăm în seamă nici povești și nici dușmănii pe care le propagă acești comuniști și foști. Szóval a józan román hangok ellenére a központi uszítás célba ért. Március 16-án egy marosvásárhelyi patika előtt feldődött tömeg gyűlt össze. Azt sérelmezték, hogy román mellett magyarul is ki van függesztve a gyógyszertár szó, amiről a sajtó úgy számolt be, hogy a magyarok ki akarták tiltani a románokat a gyógyszertárból. Ez érthetően indulatokat generált. De Eu nu cred că în România un român sau orice țigan maghiar n-are dreptul să cumpere un medicament din farmacie. Atunci să nu facem farmacii autonome. Pillanatok alatt több százan gyűltek össze, a kirakatot megrongálták, a patika alkalmazottait és a közelben lakó magyarokat bántalmazták. A rendőrség nem avatkozott közbe, a tömeg pedig innen a belvárosba indult, és éjfélig magyar ellenes jelszavakat hangoztatva masíroztak. Ekkor történt, hogy egy autó belehajtott véletlenül a tömegbe, amiről másnap a sajtó úgy számolt be, hogy szándékos támadás volt, egy megsérült lány pedig a magyar egészségügyi dolgozók ellátás helyett a hullaházba szállítottak. Másnap a tüntetések folytatódtak. Ekkor egy diák tüntetés volt a kiindulás, amiben román diákok a magyar diákok anyanyelvi oktatást követelő sztrájkja ellen tüntettek. De hamarosan ugyanaz lett belőle, mint előző nap. Az egész városra kiterjedő, estig tartó, magyar ellenes álmokfutás. A rendőrség persze megint nem csinált semmit. Annyit mondtak, hogy itt egy békés tüntetés volt, és szó sincs arról, hogy valamilyen provokáció vagy ilyesmi lenne. Kettő nappal később, március 19-én aztán több ezeres román tömeg verődött össze Marosvásárhelyen, a városháza előtt. Főként a megye északi részéről, a Görgény völgyéből, román falvakba behozott emberekből állt a tömeg, akik a Vatra Romanesque kultúrműsorára érkeztek.
A hangulat gyorsan eszkalálódott. A kultúrpalotától a városházához vonultak, ahol követelték, hogy kincseselőd, a Maros megyei alelnök mondjon le. Megpróbáltam a hátsó kijáraton elhagyni a székházat, de ott is ott álltak a tüntetők, úgyhogy azért, hogy ne kerüljek a karmai közé, ezért egy román munkatársnőm elbújtatott. Az életveszélyes fenyegetések hatására végül Kincses lemondott, amit a tüntető tömeg üdvivágással fogadott. A lemondatás után a Vatra által rendelt buszokon újabb hodáki és libánfalvi románok érkeztek a városba. Ezúttal botokat, fejszéket és dorongokat hoztak magukkal, és teljesen egyértelműen le voltak itatva. A helyi rendőrség kísérte a buszokat és üdvözölte őket. Fel sem merült, hogy meg kéne őket állítani. A románok elterjesztett rémhírektől feltűzelve jöttek, feltétlenül a hatóságok közreműködésével. A környező falvakban is, főleg a görgény-völgyi falvakban, ahol csak románok élnek, és hegyi lakosok, ott elterjesztették azt, hogy itt Marosvásárhelyen már elkezdődtek az atrocitások a románok ellen. Hát vannak olyan bizonyítékok, most interjúban az emberek elmondják, hogy nekik elmondta a polgármester a faluban, vagy elmondta az ortodox pap, hogy itt állítottak már akasztófát a magyarok a románok ellen. A buszokról leszállva a leitatott, felfegyverzett emberek csoportokba verődtek, és randalírozni kezdtek az utcákon. A magyar feliratokat leverték, a magyar közintézményeket megrongálták, megpróbáltak betörni a rádióba a magyar munkatársak kiadatását követelve, akiket nem mellesleg román kollégáik védtek meg. Városszerte a magyarul beszélő járóklőket bántalmazták, akkor is, ha történetesen románok voltak. Gapónuk Korcsi. Odešení mabotu zíče stříž korčí, okrezu kasem magyarčí mabotu, a ver, bytila je pičoare, kvěště. Já tot ka měl veri kap, ka měl zkuši dinci ledin gora. És akkor is, ha azok történetesen már 150 éve meghaltak. Vásárhelyen is keresték a Bolyai Jánost, ami egy szobor volt a Bolyai utcában. Tehát nem volt, ők azt nem tudták, hogy mi az, hogy Bolyai János, az egy liceum, meg egy szobor, hanem Bolyai Jánost keresték? Persze, csak mentek, hogy keressék, hogy hát agyba főbe verjék. És nem messze volt tőle az RMDS, ahova utána bementek, meg ott tovább balhéztak. A tovább balhéztak azt jelentette, hogy rá támadtak a székház előtt összegyűlt magyarokra, akik bemenekültek a székházba. De a tüntetők betörték az ajtót, földulták a székházat. A magyarok az ott tartózkodó Sütő Andrással és a magyar politikusokkal együtt a padláson próbálták elbarikádozni magukat. Igyekeztünk annak a jelét sem mutatni, hogy a padláson vagyunk, ezért például külön megszerveztük, hogy a szelelő nyílásokon ne bámészkodjanak ki a barátaink, ugyanis amikor egyetlen arcot meglátott valaki odakint a tömegben, már fölharsalt a kiáltás, hogy imhol vannak, hozzátok ki őket, hogy akasszuk fel őket. A föntrekedt magyarok több órán keresztül hiába próbáltak segítséget kérni a hatóságoktól, pedig a rendőrség csak mintegy 200 méterre volt a székháztól. Végül Johann Zsudá ezredes, Marosvásárhely polgármestere akkor jelent meg a helyszínen, amikor a székházat földúló tömeg a padlás felgyújtásába kezdett. Tudtam ott fent, hogy számol a padláson, hogy számolnom kell a halállal is. Zsudá ezredes a padlás elhagyására szólította föl a magyarokat, és hozatott egy teherautót, amin elvitték volna őket. De mivel semmit nem tett az ostromló tömeg szétoszlatásáért és a magyarok védelméért, így a magyarok nem akartak távozni. Végül az ezredes fenyegetni kezdett, ha nem jönnek le a magyarok, minden rendfenntartó erőt eltávolít a térről. Végül is sikerült meggyőzni Tórat, hogy menjünk le, mert nem fog történni bántódásunk. És körülbelül 10-15-ön lementünk, de már útközben, hogy mentünk ki a székháznak a bejáratáig, már útközben is vertek. Ütöttek minket, rúgtak, ütöttek, ahol csak értek. Nem volt semmilyen védelem? Abszolút semmi. Kapu ajban megjelenve rám mutat egy román katonaszt, és azt mondja, hogy itt van, vegyétek kezelésbe. A tömeg pedig kezelésbe is vette őket.
Valahogyan még sikerült eljutatni őt és két társát a teherautóig, de akkor ezt rohamozta meg a tömeg, mivel valamilyen okból nem indult el. Letépték róla a ponyvát, és a platón kezdték verni őket. Egyetlen helyszínen lévő magyar katonatiszt próbálta védeni sütőjéket. Szaladtam hátulról előre, előről hátra, s védtem a részvevőket, akik a három szemét a kocsin voltak, de nem tudtam egyformán mind a hármat védeni, és még én is kaptam, és akkor leestem a András bácsi és Juhász Ilona közé. És megütötték a derekamat, a hátamat, és akkor, mikor leestem, akkor ugrottak fel a katonák. A katonák azért ugrottak fel, nem azért, hogy védekezzen, hogy nehogy a tévében megjelenjen valahol, hogy egy román tisztet ütik, akik ott voltak akkor. A teherautó végül elindult, a padláson rekedt többi magyarral pedig már nem annyira törődött a tömeg. Sütő András megverése után elkezdtek oszlani. A nap folyamán 30-nál több sebesült került a kórházba. A legsúlyosabb sérült Sütő András volt, aki félszeme világát soha nem nyerte vissza. A hatalom nem csak a felelősséget hárította, de még a tényeket is próbálták letagadni. Sütő András, avea problema aceea cu ochiul mai de mult, de vreun an, un an și ceva. Deci nu aruncați pe noi lucrul ăsta. Másnap, március 20-án már korán reggel felháborodott magyar tüntetők indultak a városháza elé, követelve Kincses előtt visszahelyezését és a sütőt bántalmazó és a székházat felduló emberek felelősségre vonását. A délelőtt folyamán ez a tömeg 15 ezresre duzzadt. A városháza erkélyéről a bent tanácskozók közül többen szóltak a tömeghez, magyarok és románok egyaránt. Próbálták csitítani a kedélyeket, és ők is az előző nap brutalitását kérték számon a kormányzattól. Véleményem az, hogy itten csak a megbékélés a járható út. Csak abban az esetben van jövőnk, ha megbízunk egymásban, ha nem állandóan gyanakodva nézünk egymásra, ha nem hagyjuk magunkat félrevezetni a szélsőségesek által. Eközben egyre nagyobb román ellentüntetés alakult ki, közvetlenül a magyar tömeg mellett. A helyzet veszélyességét látva a magyar és román vezetők is folyamatosan próbáltak rendőrségi, illetve katonai segítséget kérni, hogy elkerüljék az összecsapást. A rendőrség megint nem kapkodta el a dolgot. Végül akkor intézkedtek, amikor már a román és a magyar tömeg majdnem összeért. A helyszínre küldtek egy kemény, 50 fős rendőr alakulatot, akik teljesen fegyvertelenül, laza láncban álltak fel a két csoport közé. Ekközben hír érkezett arról, hogy a Görgény völgyéből ismét buszok közelednek. Felhívtam Kicák belügyminisztert, mondván azt, hogy olyan információink vannak, hogy újra elindultak a görgényvölgyiek. És arra azt válaszolta Kicák, hogy legyek nyugodt, ez nem fog megtörténni, mert a megfelelő intézkedéseket megtették. Na most ezek a megfelelő intézkedések abban álltak, hogy a katonaság lezárta a Maros-Vásárhelyre vezető utakat. Ennek ellenére délután 5 körül valahogy mégis megjelentek a város főtérén Görgény völgyéből, Tordáról, valamint Szászrégenből, a botokkal felfegyverzett emberekkel a teherautók. Azóta is csak találgatni lehet, hogy kik hívták végig a falvakat, és terjesztették azt, hogy a magyarok vásárhelyen román csecsemőket vagdosnak a falhoz. Az a hír terjedt el, hogy Maros-Vásárhelyen mészárolják a románokat. Kitől kapták ezt a hírt? Valaki telefonált. Legalábbis azt mondják, hogy telefonon értesítették őket, a románok pedig megijedtek, hogy ölik a Maros-Vásárhelyi iskolákban tanuló hodáki gyermekeiket. Mi megpróbáltuk lecsendesíteni őket, mondván, hogy mindez elképzelhetetlen, de addigra már kitört a pánik, buszokra, teherautókra szálltak, hogy Vásárhelyre siessenek. És rejtélyesen átjutva a katonasági ellenőrző pontokon be is értek Vásárhelyre. Leszálltak a teherautókról, és megindultak a főtéren tüntető magyarok felé. Álljanak ide, aki erősnek bízott abba, hogy igazabban itt maradjon, de ne támadjon, ne támadjon. Előbb köveket, csapálygolyókat, üvegeket dobáltak a magyar tömegbe, amik sokakat megsebesítettek. Majd abból az irányból, amit elvileg a rendőrség biztosított, pár száz felfegyverkezett ember az újonnan érkezettek közül fél hat táján egyszerűen nekirontott a tüntető magyaroknak.
Botokkal, vasvillákkal, fejszékkel ütlegelve, akit csak értek. A magyarok elmenekültek a támadás elől, azonban nem sokkal arrébb felszedték a padok léceit, és ellentámadásba mentek át, újra kiűzve a támadókat a térről. Ekkor általános verekedés tört ki románok és magyarok között a téren. Sem a rendőrség, sem a katonaság nem lépett közbe, csak a városházáról próbálták valamennyire csitítani a kedélyeket. Ekkor hajtott az ellenkező irányból a tömegbe egy teherautó, megrakva román paraszt emberekkel és kövekkel. Kicsi múlott, hogy a teherautós merényletnek csak két halálos áldozata lett. A magyar ellentámadás hírére végül is megérkezett a térre a katonaság. Két tank és egy teherautó. Fosztörzia această intervenție, ea, după părerea mea, această întârziere face parte din același decodaj al evenimentelor, și anume că au existat grupuri care au avut interesul ca o confruntare. Ráadásul ez a két harckocsi, ami mellesleg csövét a magyarok felé fordítva állt meg a téren, így megkésve sem tudott sokat használni. A tankok ugyanis nem a legideálisabb tömegoszlató eszközök. Annyira voltak csak jók, hogy a románok fedezéknek használták őket, és ezek mögül dobálták a magyarokat. Folytatódott az állóháború a téren, se a rendőrség, se a katonaság nem tett semmit. De hol volt mindeközben Zsudea ezredes, a titkosszolgálatra oly büszke polgármester? Pe data de 20, eu n-am fost aici, în Târgu Mureș. Am fost la București. De ce? Ce făceați în București? Pentru că m-a chemat domnul președinte la București. Și care era scopul? Pentru ce vă-l chema? Scopul, cred eu acum, că a fost să le reușească bătuta din 20 martie. Care era pregătită. Adică de aceea vă chemam președintele Iliescu? De-aia m-a chemat, da, și chiar a și spus că a vrut să mă scoată din foc ca să nu mi se întâmple ceva, că mi se pregătiseră de către ăștia aici. De asta înseamnă că și dânsul știa că va avea loc, da, ceva pe 20 martie. Bun înțeles că știa. A városban pedig folytatódtak az összecsapások. A főtérre további tankok érkeztek, amik ugyanúgy csak a románoknak nyújtottak fedezéket, akik ráadásul molotov koktélokat gyártottak a harckocsikból lecsapolt benzinből. A helyzet kezdett reménytelenné válni a magyarok számára. Amikor? Kiáltottam lefelé, arra a város felé, ne féltek magyarok, mert jönnek a cigányok, de már a cigányság jött, magyar, piros, fehér, sokan. Zöld zászlóval, lepedőkkel, amit kaptuk, hogy megfestettük Hamarjába, jöttek segíteni. Ezután nem sokkal a Nyárád menti és szobátai székelyek is megérkeztek, és a csata teljesen átfordult. A cigány és nem cigány magyarok, székelyek szétverték a román csoportosulást, buszaikat, teherautóikat felgyújtották. Este 11-re lett vége nagyjából az összecsapásnak. A régóta ígérgetett katonai segítség hajnali 6-kor érkezett meg. Ekkora már több, mint 300 sebesült volt, és Gémes István sáromberki, Csipor József ernyei, Kis Zoltán teremiújfalusi, valamint Ruszu Teodor szászrégeni és Frandes Simeon görgényhodáki lakosok többé nem tértek haza. A béke a városban másnap valamennyire helyre állt, de a fekete márciusnak maradandó következményei lettek. Egyrészt a hatalom a konfliktusokra hivatkozva könnyen át tudta menteni a Securitate egykori állományát az újonnan alakult román hírszerző szolgálatba. Másrészt a környéken élő magyarok közül nagyon sokan települtek át az események hatására Magyarországra. A magyarság akkori követeléseiből sokat, természetesen, azóta elfogadtak és törvénybe foglaltak. Csak hogy teljesen más történelmi pillanatokban és teljesen más téttel. Egy generáció számára örökre bevésődött, hogy bármikor bűnbakot lehet faragni a magyarságból, ha a politikai helyzet úgy hozza. A verekedésnek a szervezőiről tudunk, de nincs bizonyíték és per nem indult ellenük. Nem történt meg az események valódi kivizsgálása sem. A bukaresti parlamenti jelentés magyarokat és románokat egyaránt hibáztatott, de arra, hogy a háttérben kik mozgatták az eseményeket, kik provokáltak, egyáltalán nem tért ki. Így felelősségre vonások sem történtek. Leszámítva egy csoportot, a Marosvásár helyiek segítségére siető maros-szentgyörgyi cigányoknál már másnap megjelentek a rendőrök, és 7 embert azonnal el is vittek, majd még a napokban többeket is, köztük Lőrinci Józsefet, Szilveszter Kis Jánost és Puci Bélát. Bent kicsit veszélyes volt, mert verve voltam.
ezt már ki se lehet mondani, el se lehet magyarázni, mert az embernek ilyenkor már még a szíve is megfájul. Mikor bementünk neki, hogy kaját vittünk, hát a ruhája, az ingje, nadrágja, mindene tiszta víz volt. Tehát mehettünk reggel is, mehettünk délbe is, mert az az előtti való ruhája az mindig tiszta víz volt. Azt mondták, hogy itt mikor bántalmazták, verték, addig, amíg majdnem el volt a kájulva, hogy leöntötték hideg vízzel őket, hogy térjenek magukhoz. Az ügyek kapcsolatban elítéltek számát pontosan nem lehet tudni, de az is ennek a tendenciának megfelelően alakult. Becsült adatok szerint a magyar részvevők közül 3-at ítéltek börtönre, a románok közül egyet sem, a cigányok közül 40-et. Még a fasisztoid etnikai alapú gyűlölködés keltésen belül is vérlázító volt, hogy a rendőrség egyértelműen cigány magyarok megzárásával próbálta levezetni a feszültségeket. A magyar ügy melletti hitvallásuk és az önvédelemre való képességük hiánya miatt könnyű prédáivá váltak az akkori román állam megtorlógépezetének. Az áldozatok egyike pedig Puci Béla volt. A 3 cigán közül egyiknek halt, Tóth Árpád, azt addig verték a börtönbe, amíg haza jövetel után 2 hónapra meg is halt. Akkor, amikor láttuk, hogy nincs igazság, és már többen nem mondok neveket, mondták, hogy fiaim, itt igazság több nem lesz, mindenki amerre tud, és akkor azt eljöttem Magyarországon. De itthon, Magyarországon, az édes anyaföldön, 10 évig nem kapta meg a letelepedési engedélyt, és ő 2009-ben hajléktalanságba kényszerülve hunyt el. A magyar állam aztán egy évvel később kapott észbe. Kisebbségekért díjjal kitüntették, az események miatt börtönbe kerültek közül 6 embert. Lőrinczi Józsefet, Szilágyi Jánost, Sütő Józsefet, és posztumusz díjat kapott Szilveszter Kis János, Tóth Árpád és Puci Béla. Marosvásárhely főterén azonban végre önök mondták meg, kik akarnak lenni. Akkor, amikor kimondták, ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok. Kimondták a döntésüket. Ezzel a mondattal így nem csak a térre érkeztek meg, hanem a magyar nemzethez is. Mert hogy addig nem voltak a tagjai, vagy... A kérdés sajnos, kitüntetés ide vagy oda, azóta sem képes megválaszolni a magyar állam. Az erdélyi magyar cigányok marosvásárhelyi szerepvállásának az emléke sokáig úgy tűnik, hogy nem tud élő maradni. Akkor 3 napig erőforrás voltak, a többi napon meg majd eldöntjük. Hasonló volt a viszonyulása a rendszerváltáskor a román államnak a magyarokhoz. Amikor Kincses előtt 1990. januárjában így beszélt, úgy tűnt, mindenki mögötte van. După părerea dumneavoastră, schimbările sunt prea lente, sunt prea multe persoane din vechea gardă care încearcă să transforme frontul salvării naționale în frontul autosalvării naționale. Nu suntem de acord. Pár hónappal később ugyanezt magának Kincsesnek üvöltötte a nép Marosvásárhely főterén. Hogy miért? Mert pont azok a régi gárdából maradt személyek, akiknek Kincses és a tömeg az eltávolítását követelték, úgy ítélték, hogy az erdélyi magyarság sokkal nagyobb erőforrás számukra bűnbakként, ellenségképként. És amíg a hatalom úgy tekint bármilyen csoportra, hogy arról majd ő eldönti, erőforrás-e vagy sem, addig ez mindig és mindenkor megtörténhet. Megtörténhet az erdélyi magyarokkal, a kárpátaljai magyarokkal, a magyar cigányokkal, a menekültekkel, Őcsényfalvával, Magyarországgal. A marosvásárhelyi Fekete Március és Puci Béla története intő például kell, hogy előttünk álljon. A hatalmát féltő elit mindig mindent meg fog tenni, hogy ő dönthesse el, hogy kitartozik ahhoz a közösséghez, aminek a képviseletét hazudja magáról. Hogy a menekültek nyaralhatnak-e? Hogy a magyaroknak egyenlő jogai lehetnek-e Romániában? Hogy a cigányok magyarok-e? Hogy megérkeztek-e már a magyar nemzethez, vagy sem? Ha ennek a megosztásnak bedőlünk, az olyan eseményekhez vezethet, mint a Fekete Március, akkor olyan személyes tragédiák történhetnek, mint Puci Béláé, aki, ahogy ő fogalmazott, csak 3 napig kellett a magyar nemzetnek. Ne engedjük, hogy ilyen megtörténhessen, és ne felejtsük el Puci Bélát. Ebben segít nekünk az emléktábla, amit a 2017-es Roma Büszkeség napján szervezett menet keretében avattak fel. A tábla a Roma Sajtóközpont gyűjtéséből valósulhatott meg a Nyugati téren, ahol Puci Béla utolsó napjait töltötte.
Ezúttal is köszönhet nekik és mindenkinek, aki áldozott erre a célra. És amikor a hatalom megosztó retorikájával találkozunk nap mint nap, akkor pedig gondoljunk arra, amit Puci mondott az őt vallató és verő rendőröknek, akik választ akarta kihúzni belőle, hogy ő most román, magyar vagy cigány. Puciból ekkor ez fakadt ki. Ha megbaszod a kurva anyádat, akkor is magyar cigány vagyok.